Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy kicsit az írásról, illetőleg a könyvkiadásról lesz szó, ugyanis a korábbi írós, könyvkiadós videóim alatt kaptam rengeteg kérdést, és úgy gondoltam, hogy most egy párra így válaszolnék, és bővebben kifejteném a véleményemet az adott dologról, mert kommentben mondjuk ennyit írni azért kicsit kényelmetlen, és így videóban egyszerűbb, és mindenki könnyebben megtalálja. Az első dolog nem is kérdés, hanem inkább ilyen tisztázandó, hogy ez a három könyvem lett nekem kiadva, és magánkiadásba lett kiadva. Tehát minden, amit én így a kiadásról úgymond tudok, az csak a magánkiadás terére vonatkozik, magánkiadás terére, fizikai példány kinyomtatására, tehát igazából nem tudok más kiadási formákról semmit elmondani. Tehát például e-könyv megjelentetésnek, hogy esetleg, hogy az jó-e, vagy mi, mert nem tudom, mert én olyat még nem csináltam. Amit én a kiadásról tudok, azt egy videóba egyszer összefoglaltam, azt a videót belinkelem ide, meg a leírásba is. És akkor először az íráshoz kapcsolódó kérdésre fogok reagálni, utána meg a kiadáshoz. Szóval a írással kapcsolatban kaptam egy ilyen kérdést, hogy hány karaktertől, mennyi oldalszámtól élvezhetőnek egy könyv, most nem tudom pontosan, hogy volt a kérdés, de ez egy kicsit meglepett engem ez a kérdés, mert én úgy gondolom, hogy igazából nem lényeges, hogy egy könyv milyen hosszúságú, hány karakter, mennyi a karakter száma, mennyi az oldal száma, mert nem az a lényeg, hogy egy Trónok harca hosszúságú 900 oldalas könyvet összedobjunk, és nem attól lesz egy könyv élvezhető, hogy az, mit tudom én, 600 ezer karakter, meg nem tudom hány oldal, tehát igazából szerintem, hogyha írni akarunk egy könyvet, akkor nem azt kell néznünk, hogy milyen hosszú legyen, hanem azt kell figyelembe venni, hogy ez a történet jó legyen, kerek legyen, és majd lesz olyan hosszú, amilyen hosszú lesz. Mert hogyha azt akarjuk elérni, hogy minél hosszabb könyvet írjunk, akkor, de nincs annyi a történetben, tehát a történetet nem tudjuk addig csűrni, csavarni, hogy összejönjön egy 700 oldalas könyv, mert nincs, nem lehet annyit beletenni. És akkor szokott az lenni, hogy ezt most így furcsán kezdem el megfogalmazni, de tehát én már olvastam olyan könyvet, ami tök jó története volt, csak a könyv 90%-a nem a történetről szólt, hanem elmentünk mindenféle másik irányba, ami olvasóként engem nem érdekelt, és nem akartam róla olvasni. És maga a történet meg tényleg nagyon picike volt a könyv teljes hosszához képest. Szóval szerintem nem az a cél, hogy minél hosszabb legyen a könyv, hanem hogy a történet kerek legyen, és én legalábbis azt szeretem, amikor a történeten is van a fókuszpont, tehát nem kalandozunk el sem erre, más merre, hanem a sztorit követjük. Én egyébként nem is tudnám megmondani, hogy most mennyitől számít egy könyv élvezhetőnek. Én speciál pont a rövidebb könyveket szeretem, mert akkor tényleg kikerülöm azt, hogy így nagyon elkalandozzon a történet. De van hosszabb könyv is, amilyen. Ez a karakterszám, oldalszám teljesen lényegtelen, szerintem, mert hát most itt ezekre, mint valaki ránéz, ezek sem olyan ördöngös hosszúságúak. Ez az első könyvem, ez nyomtatásban 168 oldal, és gépelve ez A4-es betűtípussal, alapmargókkal, meg mindenféle alapbeállításokkal 111 oldal volt, azt hiszem, a végére. És úgy lett 168, hogy még illusztrációk is vannak benne, tehát abszolút nem figyeltem azt, hogy milyen hosszú lesz ez a könyv, hanem tényleg arra koncentráltam, hogy a történet kerek legyen, és jó legyen, és minden szál kapcsolódjon valamihez, és ne az legyen, hogy elkezdek valamiről mesélni, és úgy csinálok, mintha abból utána lenne valami, de nem lesz semmi, mert igazából csak azért tettem bele a könyvbe, hogy bővüljön a történet, hanem azért tettem bele, mert akarok is vele valamit kezdeni. Tehát nem, egyáltalán nem szoktam figyelni, hogy milyen hosszúak lesznek. Csak úgy megtörténik a hosszúságuk. Tehát, hogyha valaki
írni szeretne könyvet, akkor tényleg az elsődleges dolog ne a hosszúsága legyen, mert ha 100 oldal lesz csak az a könyv nyomtatásban betördelve, akkor csak 100 oldal lesz, de akkor az a könyv, az a történet, az legyen olyan, hogy az odavág, és az nagyon jó és nagyon ütős. Másik kérdés, nem vagyok benne biztos, hogy egy kérdés volt, hanem egy ilyen komplex komment volt, és akkor így több kérdésből állt. Ez pedig az volt, hogy ugyan mennyibe kerül egy könyvkiadás, nem ez az egy kérdés volt így erre vonatkozóan, de az a helyzet, hogy én ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, hogy mennyibe kerül a könyvkiadás. Mert erre konkrétan az az igazi válasz, hogy amennyit rá tudsz szánni. Mert tényleg attól függ, hogy mennyibe kerül egy könyvet megjelentetni, hogy mennyit szánsz rá, mármint most magánkiadásról beszélek, tehát a kiadói kiadás az gondolom én egy totálisan más eset, mert ott ugye nem te finanszírozod meg a könyvet, hanem a kiadó, és az egy teljesen más rendszer. Tehát én csak a magánkiadás fizikai részéről, vagy ugye fizikai példány magánkiadásáról tudok bármit is. És még akkor se tudom megmondani, hogy mennyibe fog kerülni egy könyv kiadatása, hogyha megmondjuk, hogy 1000 példányban egy 100 oldalas könyvet, mert ez nem elég ahhoz, hogy megmondjuk, hogy egy könyv mennyibe fog kerülni, hogyha ki akarjuk nyomtatni ezt az 1000 példányt. Mert nagyon-nagyon-nagyon sok tényezőtől függ, hogy mitől függ a könyv nyomtatása. Tehát a legelső tényező az az, hogy milyen nyomdánál készítetjük, mert gondolom a nyomdák is más árértékben dolgoznak, és akkor ez még csak egy dolog, tehát függ az ívszámtól, a karakterek számától, az oldalak számától, hogy mekkora méretben akarjuk a könyvet. Most ez egy sima A5-ös méretű könyv, de van a keskenyített A5-ös, van a nagyobb, a nem tudom, 6 millió féle méretben lehet ezt nyomtatni, attól is, tehát ugye attól is függ az oldalszáma. Akkor, mit nem mondtam még? Akkor a borítótól is függ, ugye, hogy hát alapból, hogy a borítónak a megtervezését azt te csinálod, vagy más csinálja, vagy kitől mennyit kérsz a grafikustól, hogy megdizájnolja, aztán ugye puha kötés, kemény tábla, az is teljesen más. A papír vastagsága sem mindegy, és ugye annak a papírnak az egységára sem teljesen mindegy, mert abból is van többféle. Azt hiszem, most ebben nem vagyok biztos. Azt hiszem, hogy ebbe vékonyabb papír van, mint a második kettő részben, most a harmadikat mutatom. Azt hiszem, hogy ebbe a vastagabb papír van, ebbe a vékonyabb, de ezt őszintén szólva csak a nyomda tudja megmondani, tehát igen, és azt meg hozzátenném, hogy és természetesen attól is függ, hogy mennyibe fog kerülni, hogy hány példányban akarja az ember kinyomtatni a könyvet, mert példány számot, ugye, hogyha növeljük, akkor növelkedni fog az ár is, amennyiért ki kell nyomtatni. Viszont, amit meg kell figyelni a példány számnál, hogy minél több példányban nyomtatod ki a könyvedet, a könyvek egységára annál kevesebbre jön ki. Szóval ez egy elég bonyolult rendszer, és nagyon nehéz megmondani, hogy mennyire fog kijönni egy könyv kinyomtatása. Tehát, hogyha ki akarod deríteni, hogy X mennyiségű könyvet mennyiért lehet kinyomtatni, keresni kell egy nyomdát és árajánlatot kérni, mert ők tudják, hogy már akkor meg lesz beszélve, hogy mi merre hány méter, arra adnak egy ajánlatot, és akkor te az alapján tudod, hogy akkor kb. Mennyi, mert még ugye az is változhat nyomtatás során. És akkor arról még nem beszéltem, hogy ugye lehet mi a szerkesztőt felfogadni, hogy átnézze a könyvet, akkor a tördelés is egyébként külön van kezelve. Szóval nagyon bonyolult rendszer. Igen, szóval így nagyjából ezektől a paraméterektől függ, hogy egy könyv mennyibe fog kerülni a végén kinyomtatva. Tehát megsatszolni se tudom, hogy mennyibe kerül egy könyv. Mert ezeknek is különböző nyomtatási költségei voltak, meg különböző módon is lett csinálva, mert más példányszámmal, más papírral, mint mondtam. Szóval nem tudom megmondani egyszerűen, hogy így hasraütve, hogy egy könyvnek mennyi lesz a kiadási ára. Hogyha megvan a könyv, mert ugye akkor érdemes nyomdához fordulni, hogyha már van kéziratod, mert először kézirat kell, hogy ki lehessen nyomtatni a könyvet, akkor mindenféleképpen árajánlatot kell kérni, mert a nyomda, az adott nyomda, akivel te dolgozni szeretnél, az fogja tudni, hogy náluk pontosan mennyibe fog kerülni a könyvnek a kinyomtatása.
Szóval árajánlat. Nálunk is úgy megy, hogy ha ki akarunk adni egy könyvet, akkor elküldjük a kéziratot, meg minden egyéb dolgot hozzá, mert ugye az én könyveimben vannak illusztrációk, meg mindenféle dolgok. Tehát előzék, meg ilyenek. Ja igen, hát azt nem mondtam el. Ugye van itt a könyvek első lapjára nekem térkép nyomtatva. Na igen, ez ilyenektől is függ még, hogy mennyibe fog kerülni a könyv, mert az, hogy ide nyomtassanak, az plusz dolog, ugye, bár, mert nem minden könyvben van oda nyomtatni, de az plusz. Az tovább variálja a költségeket. És tényleg az árajánlatkérés az az egyetlen dolog, ami biztos utat tud mutatni a pontos ár felé. És mielőtt elfelejtem, Összeszedem. Szóval ez a két kérdés volt, így az írással, meg ugye a nyomtatás árával kapcsolatban, amiről úgy éreztem, hogy inkább csinálok egy videót, mert ez egy elég összetett kérdés, és hosszan tartott volna kommentként kifejteni, és így legalább arról egy videó akkor. És pont így ezek a kérdések kapcsán visszanéztem a kommenteket, és eszembe jutott, hogy egyszer mondtam egy ilyet, hogy hát lehet, hogy egy ilyen írás, könyvkiadás kérdez felelek, szóval úgy gondoltam, hogy akkor miért is ne? Tehát, hogyha esetleg még valakinek lenne olyan kérdése írással vagy könyvkiadással kapcsolatban, bár a könyvkiadással kapcsolatban már nagyjából mindent elmondtam, amit tudok, de kérdezni azért lehet természetesen. Szóval, hogyha bárkinek van kérdése, azt nyugodtan hagyjátok itt a videó alatt kommentben, és akkor majd egy külön videó alkalmával megpróbálok rájuk reflektálni, reagálni, válaszolni, hogyha tudok segíteni. Hogyha mindenki benne van. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!